A 27. Nagykun Diák Sportviadal szervezője a Karcagi SC Nagy László Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola és Nagy László Szakképzőiskola Gimnázium díjese is az önkormányzat. A megnyitón F. Kovács Sándor térségünk és városunk országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke köszöntötte az öt nagykun település, Karcag, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunszentmárton és Turkeve 8 középiskolájának tanulóit, a felkészítőket és az intézményvezetőket. A politikus maga is felidézte egykori nagykunos élményeit. Mint fogalmazott, aki részt vett valaha nagykunon, az sokáig vissza fog emlékezni azokra az élményekre. Pont itt az interjú előtt beszélgettünk itt testnevelőkkel, karcagi testnevelőkkel, meg a környékbeliekkel, hogy mindenkinek élmény a nagykun. Aki a környéken járt középiskolába, az hatalmas élmény, hiszen most is jó emlékezni vissza azokra az élményeknek, akár versenyzőként, akár szurkolóként, én azt gondolom, hogy meghatározó középiskolás élmény. És csodálatos, mert kevés olyan hagyomány van, akár iskolai, akár sporthagyomány, amilyen hosszú távon működik. És ez a Nagykun Diák Sport Viadal hosszú távon működik, igen, 27 alkalommal már megrendezésre került, és hát nagyon régen kezdődött el, és én azt gondolom, hogy nagyon sokáig fog folytatódni, hiszen élmény. Élmény a testnevelőknek, élmény a diákoknak, és élmény a szülőknek is, mert nagyon sok olyan szülő van, aki részt vett ezeken a viadalokon. Azt gondolom, hogy az összetartás, a nagykunság középiskolásainak összetartásának egy nagyon fontos szimbóluma és esemény ez a Diák Sportviadal. Én kívánom azt, hogy még hosszú ideig folytatódjon, hiszen mindannyiunk közös kincse. Ez mindig egy presztízs, hogy melyik középiskola nyeri a kupát. Melyik középiskola az, amelyik jobban szerepel a másiknál, hiszen mindig egy nagyon szép verseny, egy nagyon szép versengés az egyéni sportokban, a csapatsportokban, hiszen amikor egy döntő van, egy kosárlabda, egy kézilabda vagy egy foci döntő, akkor hatalmas szurkoló sereg van mindkét iskolánál, mindkét csapatnál, és ez hatalmas élményt nem csak a játékosoknak, hanem a szurkolóknak is, és hatalmas presztízs is. A megnyitó után 5 helyszínen kezdődtek a versenyek. A lányok és fiúk atlétika, kispályás labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda és szertorna sportágakban mérték össze 2 nap alatt a tudásukat. A karcagi középiskolák az alábbi eredményeket érték el. Összesítésben első lett, és a Vándorkupát ismét hazahozta a karcagi Nagykun Református Gimnázium. Harmadik a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium. Hetedik a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum Szakképzőiskola és Kollégium csapata lett. A legnagyobb öröm számunkra, hogy 4 év után újra megrendezésre kerül, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk a kunhegyesi szervezőknek, és köszönjük szépen az eddigi áldozatos munkájukat és küzdelmüket, mert nem volt egy egyszerű dolog részükről. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok kiválóan felkészített iskolai csapat vesz most részt ezen a viadalon. Ráadásul, mivel eltelt 4 év, nem is igazából ismerjük az erőviszonyokat, tehát tényleg úgy gondolom, hogy bármi előfordulhat. Természetesen mi is szeretnénk ott lenni a végelszámolásnál, úgyhogy ezen szeretnénk igyekezni. Hát ez egy több napból vagy több hétből álló felkészülési időszak. Ma reggel még egy kis lelkesítő néhány mondatot szerettünk volna nekik mondani, és természetesen rengeteg olyan technikai információt, amit igazából estig sorolhatnánk, de hát nem sokára ugye meg fog kezdődni a verseny, és akkor utána mindenki végzi majd a saját feladatát. Szepesi Tibor polgármester az eredményhirdetésen mindhárom karcagi középiskola részére Karcagváros önkormányzata elismeréseként egy-egy 100 000 forint értékű sportszer vásárlásra fordítható vásárlási utalványt. Nagyon sok minden élmény kavarok bennem, főleg itt a megnyitó kapcsán. Azt azért mindenképpen el kell mondani, hogy gyakorlatilag mindenféle pozícióban részt vettem már Nagykun Diák Sportviadalon. Versenyzőként, felkészítőként, főszervezőként, és most egy szülőként, és most egy újabb pozícióban, úgyhogy nagyon sok részében beleláttam, nagyon sok részében benne voltam, úgyhogy szerintem nem is tudok hozzákezdeni ahhoz, hogy mi a legkiemelkedőbb élmény. Nyilván, amikor az ember a dobogó tetején áll, és mondjuk a Nagykun Diák Sportviadal a legjobb versenyzőjének adják át a
ajándékot, illetve a díjat, akkor az azért egy különleges élmény. Azt gondolom, hogy minden Nagykun település és minden Nagykun települési iskola számára ez egy óriási élmény. Tanároknak, pedagógusoknak, szervezőknek és leginkább a diákoknak, de talán még a szülőknek is, hiszen azért minden versenyző mögött áll egy szülő. Legtöbbször olyan szülő, aki maga is részt vett, vagy részt vehetett ebben a versenysorozatban. És azért azt se felejtsük el, hogy ez ma már Nagykun diáksportviadal, de valamikor az 1900-as évek elején, az 1800-as években ez a Nagykun településeknek a viadala volt, ahol nagyon sok település kimagasló, és talán mondhatom azt, hogy profi versenyzője versenyzett azért, hogy ki lesz a legjobb Nagykun sportoló. Ugye ennek a újabb verziója az, amikor már a diákok versenyeznek, de legalább annyira fontos azt gondolom az iskolák és a települések életében is. A legeredményesebb karcagi fiúnak és lánynak, Ficsor Bencének, a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégium tanulójának, valamint Szabó Zsanna Lilinek, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanulójának pedig egy-egy 20 000 forintos utalványt adott át, megköszönve a diákok és felkészítők munkáját is.